Egyébként nem olyan rossz a Comic Sans, nem? De. Tehát, hogy... De. 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 Már ezt engedd el, engedd el, hallottuk az álláspontot. Mostantól minden kommunikáció, ami grafikusan megy a Fun with Geeks-en, mindegyik Comic Sans lesz, bazd meg. Make sense. Ja, abszolút illik a design kultúrában. Ugye? Ha? Hirtelen döntés, szar is, teljesen. Szeretettel köszöntünk mindenkit! Én Kaci vagyok! Én meg a Dávid! Én meg a Csirke! Én itt sem vagyok! És ez itt a Fun with Geeks! Fuck yeah! Mit fogunk játszani, Dávid? A... egy... És az, amikor 7 éve csináljuk együtt ezt, vagy lassan 10 éve csináljuk együtt ezt a videózás dolgot, és pontosan tudja, hogy fogalmam nincs, hogy mit fogunk játszani, úgyhogy mutatja nekem a címét. Egy top 10 nevű játékot fogunk játszani, amit a Reflex Shop-tól kaptunk, akinek egyébként nagyon köszönjük a támogatást. Ez egy borzasztóan egyszerű, de annál szórakoztató parti játék lesz. Ezt ma már hallottam. Azóta se érted, mi történt utána. Nem mindegy. Jó, jól érezted magad? Nem. Így nagyon jól éreztem magam. Mehet. Mindegy, ez nagyon jó. Viktor, ez kurva jó lesz, jó? Minden rendben lesz a végén. A legjobb lesz. Viszont ahhoz, hogy tudjátok élvezni ezt a videót, Kaci elmesélni a szabályokat. Igen. Az előző videóval ellentétben most igyekszünk majd jól játszani a játékot. Tudjátok, mondtam, hogy ennyi a szabály. Na, azt a részt is rosszul játszottuk. Úgyhogy most egy kicsit komolyabban fogjuk majd venni. Szóval, a következő képen néz ki ez a játék. Egy cseppet felraktam. Kettő. Dolgokat fogunk rangsorolni 1-től 10-ig, azért top 10 a neve a játéknak. És meg kell próbálnunk egy skálát felállítani különböző témákban. Erre fogunk majd kapni egy kis kártyát, azt felcsapjuk, és az adott kategórián belül fogunk felállítani sorrendet. Hogyan fog kinézni a játék? Viktor, arra kérlek, hogy keverd ezt meg. Megkérném gyönyörű segítőtársam. 5 lapot ide légy, hogy kedves csapjál föl. Nem ezt mondta. Nem ezt mondta. Mindig 5 lapot rakunk ide, minden játék során, és ide pedig felraktunk most 4 darab unikornisos zseton, de ez játékos számmal megegyező számú unikornisos zseton. Uh-huh. Minden akkor körben lesz... A keverésre egy... koncentráltam, de az unikornisos... Oké. Okay, 5 lapot ide csapjál föl. Ennek vagy... van eleje hátul ennek a lapnak? Rakd le oda 5 lapot, igen? Mindegy. Mindegy. Két oldalas. Igen. 1, 2, 3, 4, 5. Jó. Tessék. Szóval minden körben lesz egy játékmester. A játékmester húz innen egy kártyát, felolvassa a rajta lévő, tehát elvileg az alján 2 kategória van, szerintem házszabállyal választhatsz mind a 4-ből. Én is megnéztem a Reflex Shop videóját, és ugyanezt mondta a fiatal ember. A 4 kategóriából választ az egyet, és azt hangosan felolvasod. Ezt követően kiosztasz mindenkinek egy lapot véletlenszerűen játékmesterként. Ez egy short videó volt, mert csinálunk nagyon short videókat amúgy. Én? Nem, a Reflex Shop. Nem, minek? Ja? Ők igen. Ők így. Szóval ezek 1-től 10-ig megszámozott kártyák. Okay. Ebből osztunk mindenkinek egyet, véletlenszerűen, azt nem mutathatod meg a többieknek, te megnézheted. Oké. Okay. Választok egy kategóriát, ide az van írva... Jaj, de GameStar! Húztam. Mi? 1? 8. Ja? Hogy? Ez egy running joke, majd elmagyarázom. Ó, oh, jaj, te még ott dolgozom, bocsánat. Szóval, turistaként, ez lesz most a kategóriánk, jó? Turistaként az idegen vezetőt hallgatod, mit mesél erről a szobáról, a halálosan unalmastól az elképesztően izgalmasig? Szóval, ha az egyes szám van nálad, akkor egy halálosan unalmas dolgot kell elmondanod. Ha a 10-es szám van, akkor meg egy elképesztően izgalmasat. And everything in between. Uh-huh. Jó? Uh-huh. Mindenki mondani fog egy dolgot. Ezt követően a játékmesternek sorba kell rakni ezeket a dolgokat.
Szóval, ha szerintem te mondtad a leghalálos unalmasabbat, akkor azt fogom mondani, hogy csirke, kérlek, fedd fel a lapodat, felfeded, mondjuk nála van a kettes. De azt fogom mondani, szerintem Viktoré volt egy kicsit izgalmasabb, akkor ő felfedi, nálad volt a négyes. Oké, okay, oké. Okay. Ha eltalálom, akkor jók vagyunk. Ez egy kooperatív játék alapvetően. Ha nem, Viktor, tényleg? Én is ott vesztettem el az érdeklődést, azért nem. Nem, én nem vesztettem el. Én azon gondolkozom, mit mondanék erről a gyönyörű téglafalról. Szóval, ha nem találom el, akkor ezt az unikornis tokent átrakjuk ide a kaki tokenre. A kaki tokenre. Ha minden unikornisból kaki lesz, akkor kiszoptuk a játékot. Uh-huh. Lehet egy kérdésem? Igen. Miért néztél megint engem végig? Mert ő megnézte a videót, őt meg tudom, hogy nem érdekel. De nem én voltam a srác, aki nem érdekelt. Nem, nem, ez az én szerepem. Nem, te vagy az, aki nem érti. Ez más. Oké, most... Tedd a szívedre a kezed, és mondd azt, hogy az előző játék szabályait te értetted az első körben. Nekem de az látszott, van, hogy ennyire érti. Nem. Én a szabályt értettem, csak hülye vagyok. Ez tök más. Ha értem. No. Ez igaz. Ne, az első körben én leszek a játékmester. Jó. Mert a szabály azt írja, hogy a legviccesebb játékos lesz a játékmester. Akkor mindegy. A játékmester felhúzza az első témakártyát, és válasz belőle egyet. Most elolvassa az egészet hozzá, oké. Okay. Igen. És ugye lehet beszélni, de lehet mutogatni is valamennyire, tehát hogy lehet érzékeltetni. De majd lesz olyan, ahol mutogatni kell. A nadrág fennmarad, ez fontos. A nadrág fennmarad. Nem ezt ígértük csirkének. Igen, nem! Így hívtak ide el. Szóval, figyelj! Nem ez volt az ajánlatom. Ha szuper gonosz lennél a következő kassza siker filmben. Igen. Szóval nem DC-s. Igen. Vagy minden második Marvel. Akkor mi lenne a neved és a szuper erőd? Jó. És ebből kéne egy szuper izgalmasat választani? Nem. Szóval, hogy most mindenki már adok itt egy... vannak. Már van. Már van, mindenkinek osztottál az előtt. Mert megmutattam Dave-nek. Újra keverem, jó? Nekem egy vicc, na, egy vicc kedvéért, és szerintem jó volt. Pedig ez nagyon jó lett volna. Milyen kell. Szóval. A 8-est kaptam. Szóval az egyáltalán nem veszélyestől, a rendkívül veszélyes. Igen, rendkívül veszélyes. Igen. Szóval és akkor az egyes az egyáltalán nem veszélyes. A tízes a rendkívül veszélyes. Jó. Veszélyes? Igen. Szóval egy szuper gonosz vagy. Igen? A szuper gonosz. A szuper gonosz vagy. Igen. Én kínálom a veszélyt. Igen. Aha. Szóval az egyáltalán nem veszélyestől a rendkívül veszélyesig. Aha. Jó. És akkor minél alacsonyabb... Itt nem volt ige. Annál unalmasabb. Igen. Értem. Okay. És minél nagyobb, annál menőbb. Aha, és... Annál veszélyesebb. És én jövök. Nem, csirke jön. Én oramutató járásának megfelelő. De értem. Mindjárt. Yes! De arra megy... És használjuk ezt a kis emótot, amin van a kis... Szóval csirke, te szupergonoszként... Én vagyok az. A következő kasztasiker filmben. A kasztasiker filmben vagyok a szupergonosz. Kire nézve veszélyes? Értem. Jó. Az én szuper gonoszom. Igen. A méltán híres és retteget. Palacsinta kapitány. Aki különböző féle és fajta tematikus palacsintákkal tud harcolni. És ezzel támadja meg ellenfeleit, a szelebúri szuperhősöket. Viktor. Geci nem ő. Nem kellett volna elmondani, hogy mit csinál. Hogy megtem vagy a palacsintával. Oh shit, tényleg. Én vagyok nyilvánvalóan vörös vezér, aki éppen... Szóval az van, hogy előző hónapban megpróbáltam ezt a hatalomátvétel dolgot, de nem tetszett annyira. Úgyhogy. A jelenlegi tervem az, hogy megpróbálom berobbantani a napot, és egy kicsit átalakítani a bolygó körüli körülményeket, hogy... De ez nem kicsit alakítja. A te szemszögedben, de te palacsintákkal dobálózol. Szóval egy kicsit átalakítani a bolygó légkörét, meg a bolygónak így az egész ökoszisztémáját, hogy lehetőleg meghalljon minden... Ki? És mindenki. Főleg a csicskagyász palacsinta kapitány, az unokatestvérem, aki egyébként a család szényere. Igen?
Erre van pont egy palacsintem. Egy szuper gonosz. Egy millió kilotonnám. Én Mr. Béla gonosz vagyok. És bajom van az élettel, viszont van egy szuper erőm, amivel nagyon kellemetlen pillanatokat tudok szerezni mindenkinek, bár még nem jöttem rá. Én 3 másodperccel előre látom a jövőt. De nem vagyok nagyon okos, úgyhogy mire látnám a jövőt, mire felfognám, addigra már a jelenben vagyunk. Úgyhogy igazából csak folyamatosan eléggé össze vagyok zavarodva. Ez az összes D&D karaktered. Ez nem igaz, az első nem. Illetve, illetve én. Tehát Béla gonosz. Ez értem. A... Neked mi volt a neved? Palacsinta kapitány. Palacsinta kapitány. Csicska. Én a bátyja vagyok, Palacsinta sütőkapitány. Jézus, a másik csicska. Aki egy ilyen teflonnal így fejbe ver mindenit. Jó, szerintem a legkevésbé veszélyes ezek közül Mr. Béla volt. Mr. Béla... Elnézést, Mr. Gonosz. Mr. Gonosz. Béla, Béla, fordítsd föl a lapodat. Egyes! Yes! Jó vagy. Megszokja. Eddig jó. Szerintem ennél egy kicsivel veszélyesebb volt Palacsinta kapitány. Hármassal. Nagyon jó. Ennél úgy gondolom, hogy egy kicsivel veszélyesebb volt Palacsinta sütőkapitánya 4-essel. Yes! És a legveszélyesebb vörös vezér volt, aki be akart robbantani a lapot! Oh, yeah! Elég jók vagyunk. That's the game. Mármint, hogy te. De mi is. Lehet egy kérdés? Igen. Addig megy a játék, amíg nem fordul át az összes kapitba? Nem, 5 kártya van. 5 kártya van. Okay. Ennyi. Szerintem csak rakunk még 5 kártyát. Ne aggódj el. Csirke. Kérdés. A következő kártyával vagyok. Igen. És bármelyik lehet ezek közül. Amelyik szimpatikus, vagy amelyiket el tudod olvasni. Amelyikben nincsenek nagyon bonyolult szavak. Így mozgatod. Aha. Ez már nagyon szerintem. Hozz már, én vagyok. Nem mondod, hogy mozgatod. Jéz. Tudjátok, hogy vannak az öregségnek különböző fokozatai. Öreg ember, nem én ember, de Éva az. És eddig viccelődtünk vele, de most már így vannak ilyen papás dolgok. Tehát, hogy amikor így most már van? Nem, vagy? A bolytanító az egy csodálatos dolog. Minden korosztálynak csak ajánlani tudom, de amikor, tudjátok, vannak azok a nem akarod, hogy a gyerek olyan dolgokat egyen, amiben ilyen ismeretlen els dolgok vannak, úgyhogy így elolvasod a most nagyon apróbetűs dolgot, és eljutottunk arra a szintre, hogy így megfogom a dolgot, és így, ha. És amikor először felismertem, hogy ez megtörténik, hogy így... Akkor... Szerintem neked nagyon jól állna egy szemüveg az ősz hajadhoz. Ez a számom, amit kaptam? Nagyon igen. Helyes, nagyon jó, köszönöm szépen. Amúgy tényleg, mert mint ez most viccnek hangzik. Gondolod? De, hogy... Igen, szerintem igen. Hamarosan kelleni. Úgyhogy ez jó hír. Ez jó hír. Ha van a nézők között szponzor. Szerintem vegye meg magának a szemüvegét, ha nem lát. Ha van a nézők között szponzor, már nem tudom elolvasni a kommentek között. Van nélkül, hogy nagyon fájna a fejem. Igen. Szerintem meg vagyok. Akkor olvasd kérlek. Jó. Mondj egy valótlanságot, ha. Amit a játékmester írna magáról a Tinderen. Hő Jézus Isten. Egy apró füllentéstől a legnagyobb hazugságig. Tehát akkor az apró füllentés a pici szám, az orbitális nagy hazugság a nagy szám. Aha. Na. Ajaj. Én kezdek? De. És neked kell mondanom. Aha. Az ő Tinder profilja. Én amúgy kedveltelek. Egy öröm volt. Kurva jókat írok. Oké, valaki tudna mondani Tinder profilról dolgokat. Ez egy társkereső oldal. Jó, drágom. Amivel...
Swipe-olsz, balra és jobbra. Jobbra? A másik irányba. Melyik van? Balra. Jobbra... Várjál, de úgy, hogy jobbra menjen, vagy jobbra mozog... Ja, mert ugyanarra megy, amerre mozog, tehát, hogy ez a jó, és ez a rossz. Aha. Jó. Sajnos én kimaradtam ebből. Ebből tudsz kiindulni. Ebből okay, már azt várjál, ebből indulunk. Mekkora nagy a dumság. Jó, szóval... Ó, shit, ezt nem rakhatom bele. Belerakhatod. Jó, tehát nyilvánvalóan egy 25 éves cégvezetőről van szó, a világ egyik legdinamikusabban növekvő piacán, felső vezetői pozícióban, saját a... Egy valódlanságot kell mondani. Fuck! Jó, de ha az nem annyira nagy, akkor lehet sok kicsi. Egy valótlanságot. Jó, akkor maradjunk a legdinamikusabban fejlődő piacán. Felső vezetői pozícióban rengeteg... Ó, ez egy csillagjegy! Rengeteg céges benefit és... Igen, decemberben születtem. Ennyi. És rengeteg pénzzel. Ezt tegyük hozzá, rengeteg pénz van. A világ összes pénzével. Egy jó menő, jobb napokat is látod, de most se szar videójátékos magazin főszerkesztő helyetteseként tengeted a hétköznapjaidat. Nem lehet mindkettőtök, mint a tízes. Szereted a romantikát. Nem-e? Kés méretű faszod van. Ó, nem tértem ki a faszára. Minden a legnagyobb rendben van az életedben. Vannak gyerekeid, nem akarsz többet, szűz vagy, de csak a csillagjegyed, mint kiderült. Te jó kis zsivá volt fölé írva, most. Jó. Jaj, azt hitted, hogy oda van írva nagy betűkkel, hogy szűz? Ó, na az egy, az a Tinderen nagyot menne. És nagyot is megy! Bocsánat, de nem az van még mindig, hogy aki a csillagjegyed alapján választ téged, azzal nem találkozol? Nem. Vagy én vagyok ódivatú. Meg tudom oldani. Az nem olyan... Ezzel sokkal jobban szórakozunk, mint illenedék. Ez egyáltalán nem szép. Te is a tízest húztad? Bocsánat, de a G-es nem... Ja, de... Bocsánat, de oké, a G-es. Jó? Én azt fogom mondani, hogy teljesítetted az Iron Man-t. Már nem a szuperhőst, hanem tudod azt a... Őt is. Azt a sportosat. Összerakta a magazinból az... Na ezt rakjál sorrendben, ha tudom. Azt a kurva. És még mondanod, nem is kell saját. Igen, mondanom is kell saját. Te csak olvastál. Ezt mondta egyszer nekem egy néni. Cipruson így reggel mentem le a szállodába reggelizni, és volt egy Iron Man-es póló rajtam. És oda jött barátkozni, egy ilyen nagyon aranyos kis nagymama, és mondta, hogy hát ez kurva jó póló. Na, köszönöm. És hogy tényleg, hogy így megvolt? Hát mondom, láttam. De hogy én megcsináltam? De hogy nem szerepeltem benne. De hogy a challenge? Ja, mondom, hogy nem tudom viccelni. Hát... Más! Csirke! Ezt a még is a tindelesztettel. Nem, de swipe. Hát az a szöveg alapján egyébként... All ages. Hát szűz. Elmondta mindegy. Jó. Tehát apró füllentéstől a legnagyobb hazugságig. Nem tudok aprót füllenteni. Az a helyzet, hogy
Oké, okay, nem. Lehet a sajátomat? Nem lehet a saját? Lehet, hogy valaki látja. Várjál, azt mondom, hogy 35 éves vagyok. Uh-huh. És ez egy apró füllentés, úgyhogy magamat mondom a legalacsonyabbnak. Jó, oké. Okay. Ami egy 3-as. Nagyon jó. Te mit mondtál? Én az Iron Man. Elhittem, hogy teljesítetted az Iron Man. Jó. Na, azt hasonlítsd össze bármi mással. Hasonlítsam össze mondjuk a tiédre. Másodiknak mondanám a DV-t. Az 5, ez teljesen rendben van. És a Viktorét mondanám a következőnek. That sucks. Eddig jó? Eddig jó? Mi lehet jó? Hát ugye a tiéd nagyobb, mint a Dávid. Érdem, igen. Csak de nálad kell, hogy legyen a... 7-es volt, úgyhogy ezért egy. Egy. De bazd meg, egy Iron Man. Egy Iron Man. Nézd, érted, csak azt mondtam, hogy gazdag meg tízénet, hazudtam a korábban. Mondtam, hogy végtelen pénzed van, 25 éves vagy, dinamikusan növekvő piacon. Ez de mind a kettő közelebb van ahhoz, de. Mint hogy ő teljesíti az Iron Man-t. Igen. Igen. Az van, Kaci, hogy lehet, hogy csak nem tudod, mennyire kemény az Iron Man. Ja. Én teljesen azt hittem, hogy ezen minden kőbe lenni akarsz. Elkérő véleményünk van a dinamikusan fejlődő piacokról is ezek szerint. Nem, szerintem nincs. Nekünk nincs, neki. Nem, szerintem máshogy látjuk csirkét. Tehát, hogy meg ne haragudjál, de szerintem a gazdasághoz közelebb vagy, mint hogy nem is tudom, alumínium bolyból egyszer csak Iron Man legyél. Alumínium boly, várj, ezt beírom. Nem akarsz egy hetet úgy tolni, hogy én írom a biódat? Kérlek. Jó. Itt hallottátok először. Oh my god. Azért, mert amikor bejött ez a Tinder dolog, akkor én már rég nagyon szerelmes voltam. Már Gucci-ba. Úgyhogy nekünk ilyen sose volt, hogy így... Volt egy este. Jó, nyomjuk. Volt egy este. Vikinek a szülinapja talán? Nem tudom. Nagyon bekúrtunk Julcsival, és így beszélgettek ugye a Tinderezésről, és így mondtuk, hogy tudom, mit rakjuk fel ma este. Én nagyon ügyesen levágtam az esküvői képünkről Julcsit, és így... Jó, nekem nincs még magamról képeim. És a Tinderre... Amit felrak a Tinderre, első körben. Ja igen, hát olyan valamit nem akarok felrakni sehol. És nagyon mókás volt, illetve bárki, aki tinderezik, részvétem bazd meg. Én emlékszem, hogy a Dávidnak még nem volt kész a profilja, amikor a Julcsé már kiakadt, ting, és csak ting, 99 ting, plusz. Ting. Ezt megértem. Nem állt az, de hát, hogy akkor még fiatal is voltam, meg sovány is, meg kinda sikeres. Bármint, hogy az esküvői képen, igen. Nem, akkor, amikor történt, hanem a két valamit felrakta. Ezt nekem is kell csinálnom, ugye? Igen. Osztok egy számot. Jaj, számot osztok. De olvashatod előbb is. Jaj, most utáni. Az a kérdés, hogy szeretnénk vicces kontentet csinálni ebből, vagy... Nem. Az eddig se sikerül. Nem, az a kérdés sikerült, az a kérdés szeretnénk-e? Az viszont nagy baj. Jó, tudod mit? Az a kérdés, hogy szeretnénk. Miért osztottam magamnak? Magadnak kell neked. Szóval, csinálj úgy. Igen. Mintha kutya lennél, ami éppen átúszik egy folyón, a gyenge sodrástól a zuhogó folyamig. Tehát a gyenge sodrás az az alacsony. Az az egyes, igen. Uh-huh. A gyenge sodrás az egyes, tudod, amikor Balaton átúszást verett a labrador, és utána pedig egyre nagyobb a baj. Uh-huh. De a kutya nem nagyobb. Ugatni kell. Majd egy Tinderes mindig ezt írja. Kicsit kiebb húzódsz. Nem erre, hanem erre. Mert kell a... Várja. Szerintem nem lett sokkal több hely, de én hiszek benned. Nem az a lényeg. Oké, szóval megvan, hogy mi van, ha el itt fürdeted, de hogy mi van a sodrással? Ez...
Az a baj, hogy ebből kell megmondanom. Ennyi tudsz adni. Ennyi volt bennem. Jó. Bocsánat, most félreértettem, és ebben a szenárióban nem én vagyok a kutya? De. De. De te jól csináltad, csak nem annyira jól. De igen, jó volt. Nekem tetszett. Olyan Tinder biót írok, az meg, hogy ki se fog száradni a péniszed, haver. Én figyeltem, ezt tudtam válaszolni. Oké. Csirke. Csirke. Mit adtam? Hátja, úszik. Lemaradtam. Kutya mindig úszik, sodrás. Tudod, mondjuk van egy számot. Mondjuk neki lenne, mert hogy neki ugye az enyémhez is viszonyítva kell a sajátját. Kéne, de hát ezt nem adhatjuk meg magunknak. Megcsinálj még egyszer? Szeretném. A vége mi volt? Aha. Shortod, Dave. Shortod. Mm. Mindre. Igen? A kocsi vágja. Kocsi. Shortod. Uh-huh. Nem muszáj elit. De nem ismerünk más kutyát. Nézd csak. Oké, ismerünk más kutyát. Nem. Hoztunk egy annyira más kutyát. Szóval akkor az enyém az ilyen. És akkor ez szerint sorba rakom. Igen. Igen. Az enyém. Fordítsd fel. Na hát, okay. A tied. Háromas. A kacié. Hatos. És Dévé. Tizen. Ha valamikor tízest húzol, bazd meg, akkor nyilvánvalóan akkor kell, amikor kutya úszásról le kell menni kutyába, szó szerint. Nézd, az a helyzet, hogy én megkérdeztem. Eddig nagyon jók vagyunk. Eddig nagyon jók vagyunk, vagy nagyon rosszak. Nagyon jók. Inkább nagyon jók. Nagyon jók vagyunk. Hátrébb itt a fejét. Kicsik a betűk. Színesek is. Igen, a nagymamám is úgy javasol, hogy így fogja az újságot, leveszi a szemüveget, és így. Jaj, amikor így a nagymamám még... Mindenkinek volt mindenre szemüvege, és amikor így csak elővette a másikat, és aztán azonnal lerakta, hogy elővegye a másikat, hogy azonnal lerakja, hogy visszavegye az előző. Jaj. I'm porn. Itt van egy-kettő, nagyon jó. Azt fogom választani, ami nekem valószínűleg a legkevésbé kellemetlen választ fogja adni. Na, Jézus Isten. Nem, mint igen. Mert ugyan választhatnám azt, hogy csinálj úgy, mintha most hallottál volna egy viccet, amire Viktor azonnal rávágná, hogy tőled! Erre sem senkinek sem szüksége. Csinálunk egy ilyen párnát, megkapom a pénzt, és Dave interaktál a párnával. És így ennyi. Tehát nincs a csacsornád. Viszont a párna az megy aukcióra. És ez egy ölelő párna. Ez egy nagy ölelő párna, igen. Az aukció van a fő biztos. Egy stratégiailag elhelyezett lyukkal. Amit a legnagyobb donételő helyezhet el stratégiailag. Ahova szeretné. Jó. Nevezd meg valamit, amit valóságshowból hallhatnál. A legvalószínűtlenebbtől. Aha. A legvalószínűbbig. Tehát a tízes, amit egyértelműen mondanak. A tízes az, ami az a legvalószínűbb, aha, amit hallasz, és az egyes az pedig a... Az is a tiéd, az is a tiéd. Tehát a kicsi, a valószerűtlen, és a nagy, a valószínű. A valószínű. Jó. Hú, ez egy valóság során nehéz. Én kezdek? Eddig jó. Mondjuk a kedvenc valóságsom, az biztos. Ez ilyen adásszöveg. A nyereményből a szüleimet szeretném támogatni. Na ez kend a hajadra, haver. Mert hogy biztos, hogy megtörtént, de közben... Hát meg hogy milyen valóságsom? Tehát, hogy a Big Brother-től a hídig azért van egy nagy ív. Hát igen. Tehát a magas szám az, amit valószínű. Valószínű, hogy hallasz, aha, igen. Basználak. Nézd!
De hogy az, hogy én a szabályt rád nézve magyarázom, az felháborít, de ezt a csirke így? Az imponál! Hát most abszolút, abszolút kérdés, miért engem néz mindenki, de rendben, mert nem mindenki. Mindenki. Jó, te azt mondtad, hogy basználak, én azt mondtam, hogy kell? Elolvastam előző hónapban 10 könyvet. Wow! George Orwell teljes munkássága benne volt. És egyébként mindenkinek ajánlom. Amúgy tényleg. Totál már related. Hát én most nem fogok csak azért Magyar Péterre szavazni, mert basznám. De közben. Szerintem ez spoton, majd látjátok. Nekem egy iroszos tényleg már mondta, hogy ő viszont de. Hogy csak azért? Aha, mert basznál? Hát elsősorban azért. Aha. Hogy beszélgetsz erről a kirosszos nénivel? Lassan készül. Te mit mondtál? Süleimet akarom támogatni. Lassan készül a kirossz? Szomorúság. Ne, én állok, ő áll, beszélgetünk, sem nem beszélgetünk. Ne beszélgetünk. Szerintem... Jó, de Iron Man-es pólóba szoktál állni, mert... Nem. Viktor a legkevésbé... Neked pólóim vannak. Viktor a legkisebb? Viktor a legkevésbé valószínű. Okay. Vagy félreértette az egészet. Tehát melyik szám? A legalacsonyabb. Oh, that's nice. Szerintem én vagyok az egyel valószínűbb, de szerintem, ha valaki meg akarja... Na mindegy. Szerintem Kaci lesz, ami egyel valószínűbb. Mit mondtál? Akkor nem. That's a shit. Ez túl erős volt a tiéd, hallgatni kéne másokra. És akkor nyilvánvalóan az egy tévedés. Ó, hogy hetessel? Ez kaki. Én szerintem nem a te hibád. Ugye? Ilyet nem mondok neked sokszor. Szóval nem. Azt én rontottam el? Ezt nem mondtam ki. Szóval melyik realityben nincs olyan játékos, aki a nézői szimpátiára azzal hajt, hogy a... Én mondjuk egyébként Kaci jó volt. Fogja támogatni. Ja, ne, lehet, hogy mégis a te hibád. De bocsánat! De figyelj, amit mindenki Kaci... kur azokban a kur az emberekben! Nem, amit Kaci mond, mit az pont keresed, amire én is kitértem, hogy azért van ennek egy íve, hogy milyen reality. Ja, ne haragudj, hogy a hidat, meg a too hard to handle-t nem tudtam felhelyezni, bazd meg, pedig egy skálára. Mert a Kaci az mindegyikben előfordul, az enyém az specifikusabb, ezért csak egy hetes. Így, azt kell, hogy mondjam, hogy... Na, jövök. Nekem nem mondd, hogy a hídban nem kurt valaki valakivel egyébként. Azokban, hogy én tudom, hogy de. Ja, te voltál. Annyira látom, hogy titkos küldetés, és ott fekszik a pokorban csirke, vagy... Utcsó kártya. Fú, ez dönt el mindent. Aha. Hát, akkor nem tudunk veszteni. Nem. Hát akkor már mindegy. Ez egy kooperatív játék. Ó, tényleg. Ez egy jó. Még tudunk. Hogy? Hogy tudunk elrönteni kettőt egyből? Hát úgy, hogy... Olyan, rossz sorrendben választom a... Igen. Ja, de akkor itt kettőt kellett volna, és mert akkor, te is, hát ő is rossz sorrendben. Nem, volt. Mert az enyém az nagyobb volt, mint a Viktoré. Ó, geci, mennyire igaz. Nagyon. Igen. Szóval, ha azt választom, hogy fordítsd meg te, igen, ami mondjuk ötös, okay, hanem azt mondom, hogy fordítsa meg Dávid, az ő egy hármas. Igen. Kisebb, mint kérdő, hogy ott bukunk egyet. Oké. Okay. Ja, hogy nem csak az számít, hogy jó-e, nem jó-e, hanem az is számít, hogy... Előzőhöz viszonyítjuk. Ezek a szabályok, ezek vannak. Jó, ez mind a négy nagyon jó. Na. Ebből kell póló. Meg a jutalékom. Sajnos jutalék. Megtárgyaljuk majd. Jó, figyelj, na. Szóval. Nehéz. Nem tolhatod be a nagyid a csalánba, de betolhatod a... blank. Fejezd be a mondatot. Nem tudom, hogy ez pontozás. Kell tolni a nagyiba? A családba. A legkevésbé fenyegetőtől a legfenyegetőbbig. Szóval nem tolhatod be a nagyid a családba, de betolhatod a valamibe a nagyit. Ja, hogy a nagyit tolhatod be valamibe, nem pedig az a kérdés, hogy mit tolhatsz be a családba. Mi? A...
az a kérdés, hogy... Hát meg kell fejezni a mondatot. Értem, de hogy bármiben. Hát, hogyha... Várjál, magyarázz. Betolhatod a... Nem tolhatod be a nagyit a családba, de... És akkor kedves vagy, akkor betolhatod nyugodtan a kórházba, amikor szüksége van rá, hogy oda menjen. Aha. De betolhatod a 30 centis kiszegecselt gumiöklöt a nagyi seggébe is. Na, tehát, azt hogy lett ebből a mondatból? De ez... Szerintem bármi lehet a mondat második fele. Szóval... Mert bármi? Igen. Szóval nem tolhatod be a nagyit a családba, de betolhatod a... fejedet a sütőbe. Szóval az eleje is lehet más, meg a vége is lehet tényleg más. Tényleg minden más lett. Szóval a legkevésbé fenyegető től tagmondatlanodok hozzá. Megnézem, hogy mi a többi opció, hogy miből választottad ezt. Szerintem a nagyvonás viccek majd nyugodtan. Részt viccesek. Az enyének már meghaltak, öreg vagyok. Lol. Kösz. Meg... Köszi. Cseréljünk? Nem. Ez az utolsó kör, minden ezen áll vagy bukik? Minden? Igen. Akkor ne viccelje már. Jó, és akkor melyik a kedves? A legkevésbé, az egyes, az a legkevésbé fenyegető. Legkevésbé fenyegető az a egyes. A magas szám, az meg a nagyon fenyegető. Itt ugye az lesz a probléma, hogy számomra valószínűleg egy kicsit más a fenyegető, mint Viktornak. De én döntök. Ja. Bizonyos fenyegető szóval dolog, nem az a kérdés, hogy nektek mi a fenyegető, valójában az a kérdés, hogy nekem mi a fenyegető. Aha. Okay. Mert én fogom eldönteni, hogy melyik mennyire fenyegető. Értetek? Szóval akkor így gondolhatok arra, hogy neked mi mennyire fenyegető. Igen. Elveheted a keverőjét. Jó. Csirkekez. Én azt hiszem, nekem megvan a tökéletes. Vagy lehetne random sorrendben is játszani, úgyhogy mondhatod. Majd ja? Nem fogom tudni megjegyezni. Igen, nem maradjunk a sorrendben. Szóval nem tolhatod be a nagyit a csalámba. Igen, de... De... Nagyon nehéz lesz eltolni a videó leadásának a deadline-ját is. Jó, halvány elképzelés, nem is mit csinálunk. Aha. Értem. Ez, én jövök? Nem? Csirke? Jó. Jöhet. Nem tolhatod be a nagyot a csalámba, de néha az akácosba igen. Van? A magas szám az a fenyegető. Igen. Úgy tolja, mint aha. Viktor a nagyot az akácosba. Sor. Én szeretném, ha... Vagy úgy tolja, mint Viktor a nagyot. Az akácosban. Nem alacsony szám kicsit igen. Fenyegető, magas szám nagyon fenyegető. Oké, nem csak én vagyok elveszve. Mint nagy az akácos. Igen. Nem tolhatod be a nagyit a csalámba. Igen. De gecire meg foglak verni. Én próbálom megérteni a játékot. Én csak reménykedem benne, hogy viszonyul az akácoshoz. Szóval... Safe to say, hogy vesztettünk. Srácok, a skála, nem tolhatod be a nagyit a csalámba, nem. De kicsit fenyegető, betolhatod az ujjad az almás pitébe. Nagyon fenyegető, betolhatod a péniszedet a darálóba. Tehát ez a skála, jó? Ez a skála helyezd el, ha megvernek téged is. Ez az 1-től 10-ig skála, jó? És betolhatod a nagyit az akácosba dolgokat, ha... Szerintem ez korrekt, mert a faszodat hagyom, de... Jó, én... Sok sikert, Kaci. Én maradok a péniszes darálós példánál, jó? Szerintem... A legkevésbé fenyegető ezek közül a Dávidé volt. Ebben megegyezhetek. Szerintem az egy kettesnél kisebb kell. Négyes? Ez közepes! Hát mi stresszt okoz neked a deadline, geci? Sem ekkorát. Csirke tudja. Igen. Az, hogy ez egy kettesnek tippelte, az is sem elmondta. Ami már a negyedik e-mailt írja, hogy de az ügyfél, hogy a... Van ügyfél. Igen, itt ül valahol az az ember, akinek mindig megírom, hogy hétfő délre küldöm, és péntek reggel ír, hogy na, jövő hét hétfő. Szerintem
ebből az emberből több is ül itt. Egyben biztos vagyok. Jó, szerintem ennél az akácos akkor ezek szerint lehet, hogy nem, de én úgy tippeltem, hogy úristen veszélyesebb, nagyon jó. Az akát, az a nagyi, betolom az akácosba, az szerintem rossz. Szerintem rossz, igen, az nagyon rossz. Igen, az a nagyinak az akácosban nem jó lenni. Hát attól függ, hogy mi várja az akácosban. Kivágjátok az akácot? Ekkora tüskéi vannak, és benő mindenhova. Nem lehetne valami városi kérdában élni? Nem ítéltek róla, hogy nem ment ki a két második kerületbe. Hány hónapja költöztél fel? Kettő? Bocsánat, kettő. Nem voltad be a... 8-as. 8-as. Hú, és az enyém a 90! Figyelj, ez egy nice. Kooperatív játék, úgyhogy pontozunk. Kettő kaksi van, kettő unikornisra. Na, mutatom. Kettő kaksit megkapja a Dév, ezeket elosztjuk magunk között. És kész! Ha ugyanannyi kaksi van, mint unikornis, akkor profik vagytok. Megy ez nektek. Megy! Ez biztos, hogy hazugság van. That's the motherfucking game. That's fucking awesome. És akkor van a profi játék variáció, de azt nem fogjuk awesome. El. Nagyon jó. Kaci, hol tudják megvásárolni ezt a játékot? Szerintem a Reflexok 24. Jó, és hol kaphatnak tőle Reflexok és még több információt játékról, és mindenféle játékról. Társasjátékok.com. És hol vagyunk most? Az Enterbarban. És miért jó nekünk? Linkek a leírásban. Az én hibám, de megcsináltattam az autópilótát. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that, 'cause it's my little